és elindult a vetítés is. Már csak hangnik, mert le van némi. Jó, lehet hallani? Már hang is van. Most már hang is van. Jó, szuper. Akkor én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én Kosztyáné Mátrai Rita vagyok, és egyetemi oktatóként foglalkozom weboldalak akadálymentességével. Gyakran találkozom azzal a téves elképzeléssel, hogy ez a probléma igazából csak a látássérülteket, és főleg azokon belül is csak a vakokat érinti, de ez messze nincs így, mert az akadálymentesség valójában mindannyiukról szól. Mostani előadásomban arról fogok beszélni, hogy a színtévesztők milyen akadályokba ütközhetnek weboldalakon. A színtévesztést nem sorolják a látássérülések közé, meg még csak nem is tartozik a fogyatékosságok közé. Itt arról van szó, hogy az emberi szem retináján háromfajta színérzékelő receptor található. Az egyik fajta a vörös színek tartományában a leginkább érzékeny, azokat a színeket érzékeli elsősorban. A másik fajta a zöld színeket érzékeli legjobban, a harmadik pedig a kék színeket érzékeli a legjobban. És a színtévesztőknél mindhárom receptor működik, de valamelyik típusú receptornak az érzékenysége eltolódik egy valamelyik irányba, és egy bizonyos színek tartományában kevésbé lesznek érzékenyek a színekre, vagy egyáltalán nem érzékelnek ott színt. Színvakok esetében pedig egy-kettő vagy mindhárom receptor hiányzik, vagy pedig nem működik. Aki teljesen színvak, az fekete-fehérben látja a világot. Magyarországon körülbelül 400 ezer színtévesztő él a statisztikák szerint, tehát azért ez egy elég nagy arány. Mit nem vesz észre egy színtévesztő? Most erre mutatok néhány példát. Kezdjük egy Wikipédia oldallal, ahol ha az asztali gépen nézzük, akkor fehér háttéren fekete betűket látunk, a feketével írják a kenyérszöveget, kék színű szöveg jelzi azt, hogyha létező lapokra mutató linkről van szó, és a vörös színű szöveggel jelzik a még nem létező lapokat. De más vizuális jelzés nincs arra vonatkozóan, hogy ezek linkek lennének. Na most mi ezzel a probléma? Most mutatok egy pici részletet, ahol láthatunk egy kék linket, egy vörös színnel írt linket, meg egy fekete kenyérszöveget. Tehát az épp színlátó ezeket még meg tudja különböztetni, de már egy úgynevezett protanomál, tehát aki nem látja a vörös színeket, a vörössel írt szöveget feketének fogja látni, nem fogja látni, hogy ott van egy link. Hasonlóképpen a tritanomál, tehát aki a kék színek tartományában nem érzékel színeket, a kék linkeket nem fogja észrevenni, aki pedig teljesen színvak, az egyáltalán nem fogja látni a színeket, így a linkeket sem, mert csak színekben tér el a kenyérszövegtől. Tehát mindenképpen fontos lenne itt, hogy a valamilyen más vizuális jelzés is legyen arra vonatkozóan, hogy hol vannak a linkek. Linkek esetében ezt egy aláhúzással szokták megtenni, és azzal is érdemes, már a kutatások azt mutatják, hogy azokat, ez már annyira beépült a felhasználók tudatába a weboldalakon, hogy ami alá van húzva, hogy az a link, hogy ha máshogyan jelöljük, az már inkább csak zavart okoz, tehát érdemes a linkeknél aláhúzni a szöveget. Hasonlóképpen probléma lép föl, hogy most egy űrlapon járunk, hogyha csak vörös színnel jelzik a kötelezően kitöltendő mezőket. Ebben az űrlapban a nevet, e-levélcímet és a telefonszámot kell megadni, amiből a név és az e-levélcím kötelező, de sajnos csak vörössel írt szöveg jelzi, amit a vörös-zöld színtévesztők, akik alig vagy egyáltalán nem érzékelnek a vörös színek tartományában, ugyanúgy feketének fognak látni. Nem fogják tudni, hogy meg a kötelezően kitöltendő mezők, akkor se, ha
jön erről egy hiba üzenet az űrlap beküldésekor. Erre egy lehetséges megoldás, megint csak kell valami más vizuális jelzés, itt például az lehet, hogy utána írjuk, hogy mely mezőket kell kötelezően kitölteni, például név zárójel kötelező, e-levél cím zárójel kötelező, és akkor így már egyértelmű, hogy melyek a kötelezően kitöltendő színek. A honlapokon szokott lenni főmenü, aminek a megtalálása is jelenthet problémát. Találkoztam olyan főmenüvel, amikor egy vörös-zöld színtévesztő hát nem vagy alig fogja azt látni, mert fekete háttéren vörössel írták ezeket a betűket, és míg az épp színlátó ezt így látja, addig egy protonomátát, aki nem érzékel ebben a tartományban, az hát alig vagy egyáltalán nem fogja ezt észrevenni, tehát itt mindenképpen érdemes a színválasztást átgondolni, és egy jóval világosabb árnyalatot választani. Az is problémás lehet, hogy a főmenünél ugye jelezni kell, hogy melyik menüponton van a felhasználó, melyikre megy rá az egérrel, vagy melyikre kattint rá. Találkoztam olyan megoldással, ahol a fekete háttéren fehérek voltak a betűk a főmenünél, és citromsárgává váltak a betűk, hogyha arra valamelyikre rákattintottunk. Nem az a probléma, hogy a fehér betűktől alig üt el a citromsárga, mert ugye az is fontos, hogy a háttérrel erős kontrasztban legyen, hanem az itt a probléma, hogy más vizuális jelzés megint csak nincs arra vonatkozóan, hogy melyik menüponton tartózkodunk. Tehát egy színvak például nem fog itt különbséget látni, de megjegyzem, még a legtöbb gyengéláton sem fogja ezt látni. Ők sokszor kontrasztosabb üzemmódban nézik a monitort, és akár el is tűnhetnek ezek a kisebb színkülönbségek. Egy nagyon ötletes és egyedülálló megoldást láttam az aktuális menüpont jelzésére a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat honlapján. Ezt be is mutatom. Sokak számára ismerős lehet a gyermekrohamkocsi, ennek a weboldalán járunk most. Itt, hogyha valamelyik menüpontra navigálunk, akkor megjelenik egy mentőautó, amelyik a menüpont alatt jól látszódik, és így mutatja, hogy éppen hol vagyunk, ha pedig valamelyik menüpontra rákattintunk, itt most a híreinkre kattintottam rá, akkor a mentőautó ott megáll, és egészen addig ott marad, amíg én ezen az aloldalon vagyok. Tehát ez nem csak dísznek van itt ez a mentőautó, hanem azért, hogy jelezze, hogy a felhasználó, aki elmegy erre a weboldalra, az éppen melyik oldalnál jár. És jól látható, hogy a mentőautónak a színe az egy jóval világosabb, mint a háttér, megfelelő kontrasztja van, így a színtévesztők is látni fogják. Következő példánkban egy nézőtéri jegyvásárlás biztosító oldalon járunk, ahol a fekete háttéren mutatják a piros meg sárga négyzetek, hogy mely helyek foglaltak, illetve a különböző árkategóriájú helyeket a sárga, narancssárga különböző árnyalatai mutatják. Én meg is kérdeztem egy színtévesztő ismerősömet, hát a különböző árkategóriájú helyek között már nem tud különbséget tenni, tehát ők mindenképpen el fognak akadni. De megjegyszem, hogy még épszínlátóknál is gondot okozhatnak itt a színek, ugyanis a nézőtéren ezek a négyzetek fekete háttéren vannak, míg a jobb oldalt a jegyáraknál fehér háttéren látom ezeket a színes négyzeteket.
Most a szín észlelést azt befolyásolja az is, hogy milyen háttér előtt látom azokat. Tehát a fekete háttér előtt a négyzetek, azok a négyzetek világosabbnak fognak tűnni, mint ugyanaz a szín fehér háttéren, ahol a jegyárakat látom. Tehát itt is épszilátok esetében is lehet itt emiatt kényelmetlenség, hogy összepárosítsak, hogy melyik ülés melyik árkategóriába tartozik. De hozzáteszem, ha valaki esetleg utazás közben próbál itt navigálni, esetleg rosszabb fényviszonyok között, ott is gondba kerülhet az alacsony kontrasztok miatt. Tehát itt mindenképpen érdemes lenne valamilyen más vizuális jelzést is használni, hogy melyik ülés melyik árkategóriába tartozik. Olyan nézőtéri jegyvásárlós oldallal is lehet találkozni, ahol a szabad meg a foglalt helyeket olyan színek jelzik, hogy egy színtévesztő képtelen őket megkülönböztetni. Itt is az lenne a megoldás, hogyha valahogy másképp is jelölnénk, tehát valamilyen jelzést tennénk ezekre az ülésekre, hogy melyek a foglaltak, és melyek a még szabadon állók. Diagramok értelmezése is nehézkessé, vagy akár teljesen lehetetlenné is válhat színtévesztők számára. Bal oldalt egy olyan diagramot látunk, ahol három különböző színű vonal keresztezi egymást. A jobb oldali ábrán azt láthatjuk, hogy egy protonomál, tehát aki a vörös színek tartományában nem érzékel más színeket, körülbelül mit láthat belőle, hát itt is már nehéz a vonalakat megkülönböztetni. A színvak pedig lehet, hogy már képtelen is lesz különbséget tenni, hogy melyik vonal melyik hova vezet, és melyik adatsorhoz tartozik. Itt is az lenne a megoldás, hogyha mondjuk az egyik vonal folytonos lenne, a másik szakadott lenne, a harmadik pontozott lenne, tehát valahogyan másképp is jelezni, ne csak színekkel, hogy melyik adatsorhoz melyik vonal tartozik. Most pedig egy akadálymentes megoldást mutatok, egy akadálymentes tortadiagramot. Itt a vörös különböző árnyalataival jelölték az egyes torta szeleteket, amin látható a betűjelzések, amelyek A és B betűjelzés, amelyek jól előtnek a háttértől megfelelő kontraszttal. A jobb oldali ábrán látható, ahogyan ezt egy protonomál látja, tehát aki a vörös színek tartományában nem érzékel. A színek között valószínűleg már nem fog tudni különbséget tenni, mivel a tortaszeletek vizuálisan is elkülönülnek egymástól, ott egy nagyon világos vonallal elválasztva, ezért ő is fogja tudni értelmezni ezt az ábrát, és a jelmagyarázatnál is ott van nem csak színnel, hanem betűjelzéssel is, hogy melyik tortaszelethez melyik adatsor tartozik. Szintén egy akadálymentes megoldás következik egy oszlopdiagramra. Itt négy oszlopot láthatunk, különböző vörösnek különböző árnyalataival, és arra is ügyelt a készítő, hogy még az A, B, C oszlopok azok sötétebb vörös színűek, ott arra fehér színű betűkkel írjon, ami jól előtte már a D oszlopnál, ahol egy világosabb az oszlop színének az árnyalata, oda fekete betű kerüljön. Így aki nem érzékeli a színeket ebben a tartományban, az is jól ki tudja venni, hogy mi van az oszlopra írva. Nem véletlenül mondja ki a web akadálymentesítési útmutató, ez angolul a Web Content Accessibility Guidelines, ez a webes akadálymentesítésnek a szabványa. Ennek az 1.4.1-es irányelve mondja ki azt, hogy nem a szín az egyetlen vizuális módja az információ közvetítésének. És még folytatódik a gondolat, úgyhogy a tevékenység jelzésének, vagy a válaszadása ösztönzésnek, vagy, amiről itt sok szó esett, a vizuális alkotó elemek megkülönböztetésének. Tehát ebben van benne az, hogy
nem csak színekkel szabad megkülönböztetni, hanem mondjuk a linkeket aláhúzással, vagy a kötelezően kitöltendő mezőket űrlapon valamilyen másik jelzéssel, stb. Tehát egy akadálymentes oldalon ennek a kritériumnak is teljesülnie kell. Azt is lerögzítették, hogy a szöveg és a háttér, szövegszíne és a háttérszíne között mi legyen a minimális kontrasztarány, ez a 4,5 az 1-hez. Vannak bizonyos esetek, amikor ez nem érvényesül, ebben most nem megyek bele, és megvan a képlet is, amivel ezt ki lehet számítani. Ezt sem részletezem most. Van erre szoftver, amit meg is található egy weboldalon, a Contrast Checker, DCAG Contrast Checker, ami kiszámítja a színek kódjai alapján ezt a kontraszt arányt. Itt azt láthatjuk, hogy a bal oldalon a kék színnek beírták a színkódját, az az előtérnek a színe, a háttérnek a színe teljesen fehér, annak is beírták a színkódját, és így kiszámítja a kontraszt arányt ez a rendszer. És ha ez a 4,5 arányig az egyhez, ha ez ennél nagyobb, itt ebben az esetben 8,59, tehát ez itt nagyobb, akkor megfelelő a kontraszt a betűk és a háttér színe között. Mutatok egy egyszerű módszert arra, ahol magunk is letesztelhetjük, hogy vajon mit láthat egy színtévesztő egy adott weboldalból. Ehhez a Google Chrome böngészőnek a Sea bővítményére lesz szükségünk. Ezek mind letölthetők ingyenesen az internetről. Hogyha ezt letöltjük a Chrome böngészőhöz, akkor a keresősáv mellett megjelenik egy kis szem ikon, amire ha rákattintunk, akkor lenyílik egy ablak. Ebben különböző szembetegségek esetén is be lehet állítani, hogyha azt szeretnénk azt megnézni, hogy különböző szembetegségekkel hogyan lehet látni egy weboldalt. De amiről most itt az előadásban szó volt, ez a színtévesztés, ez az utolsó 4 opcióval lehet ezt beállítani. Megfigyelhetjük a Google kezdőlapján is, ahol kék színen van írva a Google-nek mind a két kébetűje, vörössel az első O betű, meg az út végén az E betű, zöldel az L betű, hogy ez hogyan néz ki különböző színlátási rendellenesség esetén. A bal felső sorokban láthatjuk, hogy mi az, amit egy protonomát, tehát aki a vörös színek tartományában nem érzékel, ő hogyan látja, látható, hogy a vörössel írt első O betű, meg a végén az E betű egészen sötét árnyalatú lett. Jobb felső sarokban láthatjuk, hogy aki a zöld színeket nem érzékeli, ő hogyan látja, bal alsó sarokban, ahogyan egy tritanomán látja, aki a kék színek tartományban van, nem érzékel színeket, látható, hogy a Google mind a két gébetűje ilyen zöldes árnyalatú lesz, és a jobb alsó sarokban pedig azt láthatjuk, ahogyan egy színvak látja, tehát fekete-fehérben ezt az ábrát. Bármilyen megoldalt megnézhetünk ezzel a módszerrel, most visszatérünk pillanatra a gyermekrohamkocsi oldalára, ott is a különböző színlátási rendellenességgel mutatja ez a fólia, hogy körülbelül ki hogyan láthatja a weboldalt. Most hozzáteszem, hogy ez egy szimuláció, tehát rengeteg árnyalata van a színtévesztésnek. Tehát ez most nem azt jelenti, hogy ha itt most megnéztem, akkor már fogom azt tudni, hogy egy vörös-zöld színtévesztő pontosan mit lát, de mégiscsak egy képet kaphatunk arról, hogy hogyan láthatja azt a weboldalt, vagy akár a saját weboldalunkat. Azt tudom javasolni mindenkinek, akinek van weboldala, hogy nézze meg fekete-fehérben, és ha ott jól megkülönböztethető az egyes elemek egymástól, a betűk a háttértől, akkor jó eséllyel a színtévesztők sem fognak ott akadályba ütközni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!